Ingatlanok. Az árak nőttek, a kereslet csökkent a Balatonnál. Honvédség. 18-an vesznek részt a Magyar Honvédség 5. területvédelmi ezred kiképzésén. Hazai vereség. 10 góllal verte a Siófokot a vendég Ikaszt Handbold. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Februárban tovább nőttek az albérleti díjak, közölte a statisztikai hivatal. Tavalyhoz képest csaknem 20%-kal volt több a bérleti díj egy-egy ingatlan vagy éppen lakás esetén országosan. Eközben az eladó lakások piacán továbbra is széles a kínálat, de stagnálnak az árak. A szakemberek jelentősebb árcsökkenéssel nem számítanak. Némi változás történt az utóbbi két év őrületes rohanásához képest. Igen, a kereslet egy picikét megcsökkent, de főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek energetikailag nem elég korszerűek. Tehát gondolok én arra, hogy a régi nagy házak, ami régi fűtési rendszerrel ellátottak, azokat nem nagyon keresték. Inkább az újszerűbb, felújított, netalántán olyan fűtéssel felszereltek, ami már nagyon korszerű, azokra még mindig van kereslet. Túlzott árcsökkenésről nem tudok beszámolni. Ez tény és való, hogy kevesebb ingatlan kerül most eladásra. Négyzetméter árakról azt tudom elmondani, hogy még mindig, ami közvetlen balatonparti és balatoni panorámás, újépítésű, korszerű, energetikailag nagyon korszerű lakások, azokat még mindig ez a másfél, és sőt 2,2 millió négyzetméter áron el tudjuk adni. Ami egy picikét távolabb van a Balatontól, vagy netalántán a városközpontban, régebbiek, azok már tényleg ez a 800-900 ezer forint per négyzetméter, ami reális. A legnépszerűbb az a hőszivattyús fűtés, tehát hátarifás mérőóra, hőszivattyús fűtés. Ezt nagyon-nagyon kedvelik az emberek, hogy a napelemrendszereket is újra lehet telepíteni, tehát azok is nagyon jók, de viszont vannak olyan hőszivattyús klímák is, amelyek már nagyon korszerűek, és ugyanúgy hátarifát lehet hozzá igényelni, ezeket is kedvelik. A gázszirkó egy kicsit azért háttérbe szorult. A házak tekintetében inkább az egyszintes, gazdaságosan fenntarthatóbb házak, amik preferáltak. A nagyok, többszintes, régi, korszerűtlen, azok háttérbe szorultak. Talán ott az árcsökkenés azoknál kimutatható. Teljes terjedelmében égett egy traktor hétfő délután Somogyacsa külterületén. Munkavégzés közben gyulladt ki a jármű. Amikor ezt észlelte a sofőr, azonnal elhagyta a munkagépet, így nem sérült meg. A tabi önkormányzati és a törökkoppányi önkéntes tűzoltók folytották el a lángokat, majd visszahűtötték a felhevült alkatrészeket. A gép teljesen kiégett. Siófok és Monzás körzetének forgalmát ellenőrizték a rendőrök. Az egyenruhások nem csak civil autókkal, hanem drónnal is figyelték a közlekedés biztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak. A megfelelően előkészített, kijelölt leállítási helyen az összes arra közlekedő járművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá. Az akció ideje alatt a járőrök 470 gépjárművezetőt ellenőriztek, amelynek során kettő sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek összesen 75 esetben kellett intézkedniük, legtöbbször biztonsági öv használatának elmulasztása, a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata, az előzési és a kanyarodási szabályok megsértése, valamint a sebesség túllépés miatt. Az ellenőrzést 7 civil gépkocsi, 4 járőrautó és egy drón segítette. 18-an kapnak katonai alapkiképzést Kaposváron. A Magyar Honvédség 5. területvédelmi ezredéhez folyamatosan érkeznek a megkeresések. Október óta ez volt a harmadik csoport. Sándorné Mátrai Mónika. Parancs. Mátés István. Parancs. Varga Róbert. Parancs. Varga András. Parancs. A mai bevonulás az kettős. Egyrészt az egységes alapkiképzési programba jelentkezett leendő szerződéses katonák jöttek a mai napon be, illetve az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezettek, amely egy program, egy év időtartamú, fixen egyéves program. Ők pedig elsősorban olyan fiatalok, akik a felsőfokú tanulmányaikat valamilyen oknál fogva halasztani kell nekik, és ezáltal, amíg ezt a halasztást megteszik, addig is
ízelítőt kaphatnak a katonai szolgálatból, a katonai létből, és ami talán a legfontosabb, hogy ezen túl a következő felvételiükhöz pluszpontokat fognak kapni, attól függően, hogy hol és mennyi kiképzést teljesítenek. Az egységes alapkiképzési programról, ha beszélünk, akkor ez ugye az ötödik, ez azt jelenti, hogy ez az ötödik olyan hónap, amikor bevonulnak a fiatalok és megkezdik az alapkiképzésüket. A Somogy megyét tekintve, hogyha Somogy vármegyéről beszélünk, akkor ez a harmadik olyan, amikor becsatlakozunk ebbe a programba. Volt januárban, februárban és most márciusban is bevonulásunk. Az önkéntes katonai szolgálat tekintetében ez a harmadik ilyen. Tavaly tavasszal, ősszel és most idén tavasszal van a harmadik váltása, és természetesen őszre tervezünk egy újabbat. Ebből is látszik, azt gondolom, amit itt felsoroltam, hogy azért jelentős az érdeklődés, nagy a létszám, aki jelentkezik. Ez különösen igaz Somogy vármegyére, de az ötös területvédelmi ezrednek ezen kívül van még kettő másik zászlója, másik kettő vármegyében, Zala és Baranya vármegyékben. Ott is indul a mai napon önkéntes katonai szolgálat program. 2019-ben jelentkeztem először TT-snek, vagyis önkéntes területvédelmi tartalékosnak. Nagyon szeretnék az állományhoz tartozni szerződésesen, tehát véglegesen, és ahhoz úgy gondoltam, hogy az önkéntes formátummal valahogy majd sikerül bekerülnöm véglegesen, mert ez lenne a célom. Szerződéses katonának jelentkeztem, hogy fejleszteni tudjam magam katonaság által is. Katonaság által tudjak ugye mozogni, sport az mindennapos az életemben, úgyhogy katonaság mellett szerintem tökéletes lesz ez nekem. Teljes munkaidőben dolgoznak ők, 7:30 megérkeznek, és 16:00 hagyják el majd a laktanyát. Reggel sorakozó, átöltözés, sporttal kezdenek majd általában, ha nem is minden nap, akkor heti 2-szer 2 órában körülbelül. Az első héten felmérésre fog náluk kerülni egy általános fizikai, ahol megnézzük, hogy ki mennyire alkalmas, de egyelőre ez még ugye elkönyvelésre nem kerül, mert a hetek alatt folyamatosan fejlődnek majd ahhoz, hogy ha eljutnak majd Aviba, akkor ott sikeresen végrehajtsák ezt a fizikai felmérőt. Rengeteg kiképzési ágon tanulnak majd, alaki kiképzés, ugye alaki fogások, mozdulatok fegyverrel, fegyver nélkül, folyamatos fizikai terhelés, honvédelmi ismeretek, harcászat, lőkiképzés. Mivel különböző korosztályok kerülnek ide, ezért mindenkinek vannak nehezebb, könnyebb dolgok, amiket jobban megtanulnak, valakinek jobban megy a mentális tanulás, valaki jobban teljesít fizikálisan, de próbáljuk ezeket a dolgokat kiegyenlíteni náluk, hogy mindenki jól teljesítsen, és a kiképzés végére elsajátítsák azokat a mentális, fizikális teljesítményeket, amivel sikeres vizsgát tehetnek majd. Az elméleti oktatásaink azok elég széles körűek. Sok a visszakérdezés tőlük, mint dolgozatban, mint külön foglalkozás gyanánt, tehát, hogy folyamatosan nyomon követjük azt, hogy ki mennyire fejlődik, és ki mennyit tanul. Fizikálisan pedig azt gondolom, hogy a testnevelés foglalkozásokon kívül, például a harcászat és az alaki foglalkozás is segít az állóképességük javításán. A Balatoni Térség vízvilágnapi konferenciája idén március 28-án lesz 10 órától Siófokon, a polgármesteri hivatal nagytermében. Az ingyenes rendezvény szervezője a Balatonfejlesztési Tanács munkaszervezete. Az érdeklődőktől kérik a szervezők, hogy március 23-áig regisztráljanak a bftprogramok@balatonregio.hu e-mail címen. Tekintettel arra, hogy idén a vízvilágnap mottója a Változtas most, a siófoki rendezvény célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a globális vízkörforgásban várható változásokról, körforgásos vízgazdálkodásról, víz- és egészségjegyzőkönyv munkaprogramjáról, magyarországi vízkészletekről, a balatoni fürdőkultúráról és a gyógyvizek fajtáiról, jótékony hatásairól írták a szervezők a meghívóban. Kiosztották a Magyar Szomelié Szövetség díjait, 6 kategóriában adtak át plaketteket. Vendéglátó kategóriában a Balaton Szemesi Kis Tücsök Food and Room részesült az elismerésben. Csapodi Balázs több mint 3 évtizede vette át az étterem üzemeltetését. A Kis Tücsök alappillére a gasztronómiai hagyományok tisztelete, valamint a régió kínálta alapanyagok széleskörű használata és a helyi gazdálkodók, borászok támogatása. 10 gólos vereséget szenvedett hazai pályán az EHF Európa Liga negyeddöntőinek első mérkőzésén a Siófok női kézilabda csapata.
A vendég Ikast Handball ellen sem támadásban, sem védekezésben nem találta az ellenszert a somogyi együttes. A visszavágót szombaton rendezik Dániában. Nem hozott gólzáport az első félidő. A játék rész 20. percében még 6-7-es állást mutatott az eredményjelző a dánok javára. A vendégek kemény védekezését nem tudta áttörni a Siófok, amely többször is támadhatott az egyenlítésért. A dánok nem engedték ki a vezetést a kezükből, a félidő végére még rákapcsoltak, és a szünetre már 7-12-es előnnyel mentek. A folytatás is a vendégek dominanciáját hozta. Bár a Siófok zárkózott, de 5 gólnál közelebb nem tudott kerülni dán ellenfeléhez, amely támadásban és védekezésben is magabiztos játékot mutatott. Az IKAST végül 20-30 arányban nyerte az EHF Európa Liga negyeddöntőjének első mérkőzését. Nyilván tudtuk, hogy ez nem lesz egyszerű mérkőzés, hiszen az IKAST úgy jutott tovább a csoportból, hogy mindenki átgázolt konkrétan. Nyilván az volt a cél, hogy megnehezítjük a dolgokat, és egy jó első meccset játszunk, de sajnos ez nem sikerült, és hát nagyon csalódott vagyok, mert védekezésben tényleg átrohantak rajtunk a második fél időben, és hát az egész meccs alatt nagyon sok zicsert hibáztunk, és ez a 10 gól, ez nagyon sok. Az IKAST Handball ellen sem támadásban, sem védekezésben nem találta az ellenszert a Siófok KC. Ilyen hőfokú meccsre számítottuk, tudtuk, hogy nagyon technikásak, illetve tudtuk, hogy fizikálisan nagyon erősek, úgyhogy hasonló mérkőzésre számítottunk, viszont az eredményben nem így szerettük volna, hogy sikerüljön. A Siófokra nehéz visszavágó vár. Most van 5 napunk, ami azért nem kevés. Ez idő alatt kielemezzük a mérkőzést, és természetesen szeretnénk egy sokkal jobb teljesítményt nyújtani, mint a mai volt. Az EHF Európa Liga negyeddöntőjének visszavágóját szombaton játssza a Siófok Dániában. Közös megegyezéssel szerződést bontott Iván Rudez vezetőedzővel a Kométa Kaposvári Kosárlabda Klub, írja közleményében a csapat vezetősége. A KKK hétfőn egyeztetett Iván Rudezzel a továbbiakról. A szezon végéig Szőke Balázs és Filipovics Gordán irányítja a csapat szakmai munkáját. Ingatlanok. Az árak nőttek, a kereslet csökkent a Balatonnál. Honvédség. 18-an vesznek részt a Magyar Honvédség 5. területvédelmi ezred kiképzésén. Hazai vereség. 10 góllal verte a Siófokat a vendég IKAST Handball. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkban, holnap este is tartsanak velünk, viszontlátásra, szép estét!